Debreceni törvényszék, tervező Kollan és társa, lebonyolító Őri János megrendelő képviselője, generálkivitelező Huné Univerzál építőipari ZRT, megnevezett alvállalkozó Platubau Integrális Elektroinvest Amerikáért. Debrecen új 3-as egységű igazságszolgáltatási központjának utolsó létesítménye a korábbi tömbökkel jól harmonizáló, az ugyanazt a szellemiséget és színvonalat nyújtó Debreceni Járásbíróság zárt tégla épülete. A városban új tehermentesítő utat építettek, a belváros meghosszabbításaként kiépült új utca szorosan kapcsolódó környezetéhez, mégis saját arculattal rendelkezik, ennek keleti térfalát foglalják el a bírósági intézményei. Az utca folyamatos beépítettségét nyújtó épületek azonban formájukban, anyaghasználatukban szépen egységben tudtak maradni, a pozicionálásra pedig sikerült az épületek sarkait kihangsúlyozni, ahol többszintes bejárati részt adtak. Az igazságszolgáltatási funkció zárt, kevésbé az utca felé nyitott épületeket igényelt, amelyeknek végül a kézivetésű téglafalak adnán feloldást, hiszen azok minden napszakban is időjárási viszonyok között más-más textúrát rajzolnak ki. A belső tervezés hasonlóan nagyfokú puritánságot mutat, a fehérre festett felületekkel a barnás márványozott padló is esetenként falburkolat változik. A tárgyalótermek, irodák, különböző meghallgató helységek mellett egy különleges panorámával ellátott könyvtárat is kialakítottak, amelynek üvegtáblája a tárgyalók tetejére telepített belső tetőket.